A sereghajtó Sári Sáp együttese látogatott Bábolnára a megyei U19-es bajnokság 19. fordulójában. A mindössze egy győzelmet elkönyvelő vendégek játékán már a mérkőzés elején látszott, hogy nem náluk szerzik meg a második győzelmüket. Ifistáink magabiztos játékkal kötelező győzelmet könyvelhettek el. Bábolna ese U19, Sári Sápi BSE U19, 8-2. Ma ismét itthon játszott az U19-es csapat. Túl nagy tétje nem volt ennek a mérkőzésnek, hiszen a Sári Sáp látogatott Bábolnára, akik egy nyert mérkőzésre az utolsó helyen állnak. Hát ez látszott is a játékukon, nagyon nagy erőket nem kellett felvonultatni. Igen, igazából azt gondolom, hogy erről a meccsről sok mindent nem lehet mondani, vagy hát sok mindent nem tudtunk mi se, ebből sem tanulni, bár mindig azt mondom, minden meccsből lehet okulni, és azokból lehet majd tovább lépni. Én azt gondolom, hogy mint a mi támadójátékot próbáltunk erőltetni, ugye az azért viszonylag jól sikerült, én azt gondolom. Sajnos sok olyan lehetőség maradt ki, amit azért be lehetett volna fejezni, ugye olyan zicsereket alakítottunk ki, amit azért illett volna berúgni. Ennek ellenére azt mondom, hogy voltak a játékban olyan periódusok, olyan részek, amikben egész ügyesen játszott a csapat, akkor is, amikor már ugye a holnap felnőttben játszó labdarúgók nem segítették a munkánkat, tehát érdemes azt gondolom, hogy ebből építkezni tovább. Gondolom nem könnyű olyan csapat ellen játszani, akik nem azt a szintet képviselik, mint ami elvárható. Ilyenkor nem lehet egyfajta edzőmérkőzés jelleget adni az egésznek, tehát kipróbálni különböző formációkat, figurákat?
Igazából posztot próbálgattam itt azért az elején, ahol hogy a Takács Korné nem játszott rosszul bent középpályán, tehát ugye ő azért védekezőbb jellegű, de most egy irányító szerepet kapott, akkor azért az elő a Kovács Márkot szélről befelé hoztuk, tehát igazából akkor a Szalai Dominik előre lépett, tehát azért több pozíciót próbáltunk, csapatszerkezeten azért annyira nem lehetett változtatgatni, igazából talán inkább a posztok között lehetett variálni. Mit láttál ezekben a variációkban? Tehát adott esetben, hogyha hiány szenved a csapatjátékosokban, akkor ezeket lehet alkalmazni később? Igen, szerintem mindenféleképpen. Főleg nekem most például, akiről beszéltem, a Kornénak a játéka különösen tetszett középen. Sok labdát szerzett. Ugye a Jakab Ádám belső védő szerepében én azt gondolom nagyon jól játszott, tehát belül jól védekeztünk. Ugye hát a Márkot pedig lehetett ott folyamatosan szélén is, illetve középen is több helyen is játszani. Ugye, ahogy megszokott, többen visszajátszanak ugye az első csapatból, a felnőtt csapatból. Itt azért valahogy az az érzésem, hogy van egy fél U19-es csapat, és van egy fél felnőtt csapat. Igen. Ugye oda-vissza segíti a két csapat egymásnak a munkáját, illetve a szombatról vasárnapra való játékát. Természetesen nekünk azért ez jó, hogy ők egy erőt, egy tartást adnak a csapatnak. Itt például ugye a két Valkó, ők azért elég sokat segítik a mi játékunkat, Marcinkó Bálint, illetve ugye a Takács Kornél, de ugye holnap természetesen a felnőttben is kell játszani. Ugye azért nekünk az jó, hogy egy fél időn keresztül adnak olyan jelleget a csapatnak, ami látszik az, hogy mit szeretnénk, vagy mit akarunk játszani, és ugye azért a második fél időben, vagy a fél idők között pedig az U19-esek játékosok pedig próbálják ezt másolni, vagy tovább gyakorolni. Azt komolyan figyelembe veszed, hogy másnap jó néhányan azért egy felnőtt mérkőzést fognak játszani? Tehát, hogy azért ne vegye ki teljesen az erejüket ez a meccs. Gondolok itt olyan mérkőzésekre, nem is a maira, mert hiszen a mai azért egy kicsit könnyedebb volt, de nyilván lesznek olyan találkozóitok, ahol azért jól kihajtják magukat majd a fiatalok. Persze, de akkor is igazából megegyeztünk a felnőtt edzővel, hogyha így tudjuk segíteni, és így tudunk tovább dolgozni, akkor ezek a játékosok, ők 45 percet fognak játszani, és ez a 45 perc áll annak a rendelkezésére a mi csapatunk felé, tehát az U19-esek játékosok felé, illetve a felnőtt csapat, hogy ne szenvedjen ebből bármilyen kárt, ezért ez a 45 perc áll a rendelkezésükre. Természetesen úgy is figyelembe próbálom venni, hogy a cserék szempontjából, ugye ezt mai napon nem lehetett látni, de amikor mondjuk lent játszanak négyen, akkor kettő mondjuk az első fél időbe, kettő a második fél időbe, hogy meglegyen ennek is a párhuzama. Ezen látszik, hogy ez így működik, tehát látszik az, hogy teljesen jól tudnak teljesíteni a felnőtt csapatba, akik így 45 percet játszanak? Most egyelőre igen, én azt gondolom, ez egy működőképes dolog. Főleg, hogy azért itt olyan jellegű játékosok vannak, akik már genetikájukból is adódik, hogy ők bírják ezt a terhelést. Persze természetesen, ha olyan mérkőzés van mind a két csapatnak, hogy az azért egy keményebb meccs, akkor ez egy kicsit nehezebb lesz, de most egyelőre ez működőképes, és azt veszük észre, hogy nem vesz ki belőlük úgy energiát, hogy másnap ne tudjanak a felnőttben is teljesíteni. Mennyire fontos az U19-es csapat számára a tabellán elfoglalt hely? Vannak-e célkitűzéseitek, hogy a bajnokság végére mennyit szeretnétek előbbre jutni? Gondolok itt arra, hogy most ilyen például a 9. a csapat, 6 ponttal van előrébb az Ács, most az Ács az első helyezett
Nél játszott, tehát valószínűsíthető, hogy ez a három pont hozható. Ugye azt is úgy emlékszem, hogy most a bajnokságot úgy alakították át, hogy lesz rájátszás és alsó-felsőház. Na, ez mennyiben változtatja meg a csapattal szemben támasztott követelményeket? Két elvárás lehetséges, ugye itt a pontszámokra, amikről te is beszéltél, azt gondolom, hogy lehet még pontokat szerezni. Én a fiúktól azt mondtam, hogy ha esetleg az első hatba kerülünk be, ugye a felsőházi rájátszásba, akkor... Ennek van reális esélye egyébként? A pontszámba van végül is, én azt gondolom. Inkább egy picit azt nézem, hogy mondjuk a tavalyi első öt meccsünk, ami az őszi szezonban az hogy alakult. Most már hatodik meccset játszottuk, itt most 6-ból 4 győzelem, 2 vereség. Akkor, amikor tavaly ugyanígy voltunk, akkor 6-ból 2 győzelem volt és 4 vereség. Tehát ebben is előrelépett a csapat. Illetve hát természetesen most így sikerül is pontszámba fölfele jönni. Ha maradunk az alsóházban, mert valami folytán úgy alakul, és ennek is van esélye, akkor én azt gondolom, hogy viszont a felsőházban az első kettőbe kell majd végezni. Tehát az első, második... Az alsóházban. Tehát ott akkor ott annak az élmezőnyéhez kellene tartozni. Azt mondom, hogy 10 óra után.